Minszkben már eldőlt, hogy ki a csókkirály, és persze a királynő. A fehér orosz főváros egyik bevásárló központja idén úgy döntött, hogy rendhagyó módon csókversennyel készíti fel a szerelmeseket a Valentin napra. Ráadásul a 23 kalandvágyó párnak úgy kellett egy órán keresztül összeérintenie az ajkát, hogy közben valami őrültséget csinál. Volt, aki kártyázott, pulóvert kötött, táncolt, vagy éppen ecsetet ragadott. Először egy tájképet akartam festeni, vagy az eget, de aztán olyan szenvedélyes volt a csók, hogy inkább az érzéseimet jelenítettem meg, nehogy elillanjanak. A győztesek egy egzotikus nyaralással lettek gazdagabbak. Legalább még egy órán át folytattam volna, mesélték a verseny után. Bár még két nap van hátra Valentin napig, a hatalmas sikerre való tekintettel a szervezők már a jövő évi országos versenysorozatot tervezik.